A Genius Savariensis Szabad Egyetem mai előadása Csapláros Andrea, város a Borostyánkő út mentén. A városnak a virágzása a Szavári alapításával a római korral történt meg, és ebben nagyon fontos szerepet játszott a Borostyánkő út. A Borostyánkő útról már több előadást tartottam mindenféle szempontból, a kereskedő, kézművesek, katonaság mozgásával kapcsolatban. Most szeretném ezeknek a, már az egyetemen tényleg lassan azt kell mondani, évtizedek óta tartott előadásomat összefoglalni, és önöknek egy összefoglalt képet adni. Ez a kép egyébként itt készült nem messze az izomtól, az izomnak a háta mögött, ha információmak helyesek, és itt lehet látni azt, hogy azért a Borostyánkő utat nem csak a Romkertben lehet itt Szombathelyen megtekinteni, hanem itt is meg lehetne az izom mögött tekinteni, ez a terület ez visszatemetésre került, és ugye gyönyörű lenne, hogyha ténylegesen az izom előtti Borostyánkő útnak a városba vezető ága is így nézhetne ki. Ezekkel a szegélykövekét láthatják, az eredeti szegélyköveket mind a két oldalon, és a hatalmas nagy bazalt köveket, amivel az utcát lefették, és ugye az emberek között Szentlélekit is lehet látni a kutatások során. Maga az Imperium Románumnak, tehát a Római Birodalomnak az elterjedés, vagy a hódításai természetesen katonai úton haladt. Az körülbelül egy időben történt, Noricum egy kicsit korábban, de ezek az események Octavianus, aztán a későbbi Augustus uralkodása alatt zajlottak. Noricummal a kapcsolat nagyon, ugyan körülbelül a mostani Ausztria területét, hogyha így lefordítanánk, nagyon szorosak voltak, mégpedig nagyon korán rájöttek a rómaiak, hogy itt van egy fontos anyag, mégpedig a vas, amit a fegyverzetükhöz, ugye a rómaiaknak használni kellett, és éppen ezért mind az ott élő laténkori fejedelmekkel, mind az ottani, vagy oda települt kereskedőkkel nagyon szoros volt a kapcsolat. Tudjuk azt, hogy Aquileiából és Itália, Észak-Itália más területéről már jóval korábban, mint Pannoniában is megjelentek, de jóval korábban, mint Pannonia területén rendkívül szoros kereskedelmi kapcsolat volt, és ennek ténylegesen az egyik nagyon fontos célja az a vasnak a megszerzés és a vassal történő kereskedelem volt. A régészeti anyagokban és a régészeti szakirodalomban többször előfordul Szaváriának vagy Szavária területének a kérdése, ugye erről a területről van szó, hogy ez ténylegesen hova is tartozott. Hogy először Noricumhoz tartozott, utána Szaváriához, egyáltalán hol van a határvonal. Hogyha a karneválon itt voltak, én erről egy hosszabb előadással készültem, egy 3-4 órásomból azt hiszem 5 perc lett, a végén 5 percet kaptunk. Tehát ott nagyon röviden összefoglalva ismertettem ennek a határ kérdését, hogy egyáltalán fontos-e feltenni a kérdést, és milyen következményei vannak ennek a kérdésnek a megválaszolásának. Lényegesnek tartom ettől függetlenül megemlíteni, hogy Szaváriának a területe nagy valószínűség szerint Noricumhoz tartozott, és Pannonia provincia megalapításával ugye kellett egy olyan város, egy civil város itt ezen a területen, egy kolónia, amin keresztül ugye Pannoniába került ez a terület, és maga a Pannonia is. Ugye a Borostyánkő útnak ezt a kérdését föltettem, hogy egyáltalán melyik területhez tartozott. Ugye egy már Neolitikumtól kezdődő, úgyhogy itt mutatnám, kapcsolatról van szó. Az Alpokon keresztül is több száz olyan hágot ismerünk, amit ténylegesen a Neolitikumtól kezdve használtak a kereskedők, katonák, mozgása, de a Borostyánkő útról is pontosan tudjuk, hogy nagyon korai időszaktól kezdve, és ugye a Ilon Gábor előző vagy két héttel ezelőtti előadásából kiderült az, hogy az urnamezős kultúra alatt a bronzkorban ez nagyon-nagyon fontos szerepet játszott itt a kereskedelemben, és ez az Alpok aljai összeköttetés, amin azért sokkal könnyebben lehetett mozogni, mint magában az Alpokban,
a több ezer méter magas hágókon, tehát sokkal könnyebben lehetett az északi tenger fele is ezt a kereskedelmi kapcsolatot fenntartani. Grazban nekem, és a magában a múzeumban is volt egy professzorom, Dieter Kramernek hívják, és ő volt az, aki ezzel a területtel és ezzel az észak-déli összeköttetéssel nagyon intenzíven foglalkozott, de nem a Borossenkült mellett, hanem az Alpokon keresztül milyen utak mentek, és tényleg megdöbbentő volt, hogy ezekben a magasságokban is milyen élénkereskedelmi kapcsolat volt a legzordabb időben is. Itt most csak zárójelben említem Öcit, ami tényleg a legismertebb példa erre. De ő mondta nagyon sokszor viccesen, egy az, hogy a Borossenki út, ugye tudjuk azt, hogy ez nem egy ókori kifejezés, hanem egy 19. századi kifejezésről van szó, és egész egyszerűen jelzi azt, hogy mi az a termék, amivel kereskedtek intenzíven ezen az úton, de ahogy a professzor is mindig mondta, hogy Andrea, akár ezt az utat lehetne kardútnak, vagy üvegútnak is említeni, mert ugyanúgy más termékeket is itt szállítottak ezen az úton, és ez a Borossenki út római időszakában még inkább jellemző lesz, amiről majd én is szeretnék beszélni, és az ízomban megtalált leletek alapján egy-két ilyen leletcsoportot szeretnék bemutatni. A provincia alapításával, és itt ugye elsősorban Szavária alapításával nagyon fontos fogalom kerül a kutatók a gondolatvilágában, mégpedig a romanizáció kérdése. Ugye mi az a romanizáció? A romanizációt nagyon régóta, kb. 200 éve használják a kutatástörténetben, mint kifejezést. Ez alatt a kifejezés alatt azt értették nagyon sokáig, hogy a rómaiak valahol megjelennek, elfoglalják azt a területet, és idézőjelbe téve rákényszerítik a saját maguk kultúráját arra a területre, ahol vannak, annak a területnek el kell ezt fogadnia, és sokáig ugye ez volt a romanizáció fogalmának a magyarázata. Ennek a lényege az, hogy csak egy irányba folyik ez a folyamat, elnézést a szóismétésél, hogy egész egyszerűen a római hadsereg megjelenésével és a római hadsereg megjelenésének következményeként ugye magának a római táborok kiépítése, az útjainknak a fejlesztésével, a kereskedelmi termékek, a római termékek megjelenésével, a római közigazgatás rákényszerítésével hozzák létre azon a területen a római kultúrát. Azért a kutatás mindezt bemutatta, hogy ez nem egészen így történik, hanem a más kutatási területekről, a kulturantropológia területéről az akkulturáció fogalmát is behozták ebbe a kutatási témába. Ez pedig azt jelenti, hogy kölcsönös cseréről van szó. Tehát a rómaiaknál nem véletlen ez az oszd meg és az uralkodj kifejezés. A rómaiak a hódításaikkal, mind a vallásról szerintem az Otoerről fog beszélni. Egész egyszerűen a békességre törekedtek. Tehát egy területnek az elfoglalását, ha a véres kézzel is kellett megoldaniuk, amiről Pannoniában annyira nem tudunk, csak a Száva területén. Egész egyszerűen szerették volna a békés megoldással, hogyha az ottaniak elfogadják az ő rendszerüket, ami igazándiból a legtöbb területen egyfajta fejlődést hozott, akkor ők is viszonzásként nagyon sok mindent akceptálnak, és ez a Borossenki úton, ami tényleg a római hódításnak az első lépcsőfoka volt itt Pannoniában, még itt is nagyon jól lehet követni azt, hogy a római nagyon gyorsan az itteni termékeket is saját magukévá tették idézőjelbe téve. Egyáltalán hogyan és mikor történt Pannonia területének a hódítása? Tehát itt látják azt, hogy a latin korban, ugye ami késő vaskort jelent. A latin korban itt különböző kelta törzsek éltek, itt látjuk a tauriscusokat, a latobiusokat, a bólyokat. A mi szempontunkból a bólyok nagyon fontosak, tehát a bóly, az úgynevezett deserta bojorumnak a területét láthatják itt. Ez az a terület, ahol Szavária, Skarbancia és Carnuntum is ugye alapításra került.
És itt egy nagyon erős boly fejedelemséget ismerünk, több oppidummal, magaslati településsel, ugye itt beszélhetünk Velemről, aztán Pozsony játszik még egy nagyon fontos szerepet, de ugyanúgy Sopron is. Ugye pont Szkarbanciánál, Sopronnál majd rá fogok térni az ottani kelta előéletre idézőjelbe téve, és hogy ez milyen szerepet kapott, hogy Szkarbancia municipium rangot kapott. Magának a terület nagyon régóta fölkeltette az érdeklődését az Itáliában, Itáliának és a római köztársaságnak, ugyanis ha megnézik a térképet, Itáliával közvetlenül szomszédos a későbbi Illyricum és aztán Pannonia területe is, és Noricum területe. Ez azt jelenti, hogy a Barbaricum csak egy provinciával, vagy nagyon közel van Itáliához, tehát pontosan ezt a területet erőteljesen védeni kell, és egy központi stratégiai kérdés, hogy kinek a kezében van ez a terület. A Brundizium után, időszámításunk előtt 40 után Octavianus kapta meg ezt a területet, ezt az Illyricumi területet. Látható egy későbbi provinciának a térképe, tehát erről a területről van szó. Ez nagyon fontos volt, ez a balkáni terület a keleti provinciákba történő összekötetésben, de mint említettem, a Dunái kitolt, később kitolt Limes vonal szempontjából is, védelmi vonal szempontjából is. Octavianus igazándiból két fázisban hódította meg ezt a területet, ugye először, mint Octavianusként, aztán Augustusként, és később nem csak ő, hanem az ő hadvezére is, ugye tudjuk azt, hogy a későbbi császár Tiberius, és Octavianusnak, aztán a későbbi Augustusnak jó barátja és hadvezére, Agrippa volt az, aki ezeknek a területnek a hódításával meg voltak bízva. Igazándiból ezeket a területeket nem azt mondom, hogy nagyobb harcok nélkül, de Appianus és Cassius Dio leírásaiból tudjuk, hogy az egész területre, tehát az egész Pannonia területére nem jellemző az, hogy véres harcokkal foglalták el. Mint említettem, ez csak a Száva, Dráva és a Száva közti területekre érvényes ez az állítás. És egy nagyobb felkelésről tudunk, ez időszámításunk előtt 9-ben, ez a Pannon felkelés volt, ez a Pannon dalmata felkelés, amelynek leverésével erre a területre mondhatnánk azt, hogy viszonylagos nyugalom tért, és egy provincia alapítása megtörtént. Az Illyricumi provincia két részre lett osztva, ha megnézzük, akkor ez itt Illyricumnak a területe. Az egyik a dalmáciai rész, a másik pedig a pannoniai rész. Tehát Illyricum superior és Illyricum inferior néven ismertek. Az Illyricum superior az Dalmácia területe, Illyricum inferior pedig Pannoniának a története. Hogy gyorsan még a provincia további felosztásáról, Pannonia provincia felosztásáról beszéljünk. Trajanus uralkodása alatt felosztódott a provincia, még egyszer az időszámításunk utáni 103-107 körül történhetett meg, tehát azokban az időszakokban, egy kicsit később, és utána a Pannonia provincia még kétszeresen föl lett osztva. Ami fontos, és ugye sokszor elfelejtjük, hogy a Pannonia nevet nem rögtön kapta meg a provincia, hanem igazándiból a feliratokban ezekkel intenzíven csak az időszámításunk utáni első század végén, tehát pontosan Trajanus időszakában találkozunk, tehát addig Pannonia, mint provincia így kiemelten nem nagyon szerepelt a feliratokon. A romanizáció kérdésére visszatérünk, akkor végig kell gondolnunk ugye a Deserta Bojorumnak a területét, és hogy az itteni fejedelemmel intenzív kapcsolatot alakított már ki
alakítottak ki a rómaiak. Ez azért is volt fontos, mert hogy ezt az északra folyó kereskedelmet ugye ők tartották a kezükben, mint említettem, több olyan megerősített helyel, amit a rómaiak olyan egyszerűen nem tudtak legyőzni. Ettől függetlenül ugye nem, mint említettem, nem egy ellenséges kapcsolat volt közöttük, hanem szövetségi kapcsolat. Nagyon sokszor a fejedelemnek vagy előkelőségeknek az ifjai Rómában nevelkedtek, de ez nem volt véletlen, tehát akár tuszoknak is nevezhetjük őket. Fontos volt az, hogy megismerjék ők is a római kultúrát, és magukévá tegyék. Ennek több bizonyítéka is van, én csak egyet szeretnék most kiemelni, mégpedig a kelta pénzérmék, ezt Torbágyi Melinda, a Magyar Nemzeti Múzeum numizmatája határozta meg. Ezek a pénzérmék Pozsonyban, egy része Pozsonyban került elő, egy nagy kincslentnek a részei voltak, ami bebizonyította Pozsonynak és a Pozsonynak a szerepét ebben a dezerta bolyórumban. És ha megnézik ezeket a pénzérméket, lehet látni azt, hogy egész egyszerűen a római pénzérmének a képi anyagát sok esetben átvették és hasonló szimbólumokat használtak, sőt, latin nyelvű feliratokat is rátettek a pénzérméjükre. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy a harmadik század végétől második századra ez a kapcsolat tényleg nagyon intenzív és békés volt, és nagyon sok vonalon más, jóval korábban, mint hogy a római katonaság itt megjelenik, és itt Pannonia provinciáról beszélhetünk, megtörtént már ezeknek a kultúráknak a találkozása. De ugye ezt nem szabad arról elfeledkezünk, hogy a rómaiak egy erőszakos katonai hódítással egybekötött kultúrájuk ráerőszakolását tették volna meg, a római birodalom nem lehetett volna ekkora, és nem élhetett volna ilyen sokáig. Hogyha belegondolunk, akkor a virágkorában 5,5 millió négyzetkilométerről van szó, és több mint 100 milliós lakosa van, akik mindenféle nyelven és fajta nyelven beszéltek, különböző kultúrákhoz tartoztak. Tehát ez másképpen nem lehetett volna megoldható, csak ezekkel az eszközökkel, amit a rómaiak véleményem szerint, és szerintem Otto ezt osza zseniálisan használtak, hogy ez így kialakulhatott. Ugye pont ezt a vallásban lehet nagyon szépen ezeket az átfedéseket és egymás vallásának az akceptálását látni. Nagyon fontos volt, ugye, amit említettem, ez a katonai jelenlétnek az átmenete egyfajta civil világban. Itt láthatják megint a mi számunkra oly fontos Borostyánki utat, itt pirossal jelöltem, ugye a mai Magyarországon lévő részei az ugye Szala, az Alalövővel, Szavária, Szombathely, Szkarbancia, Sopron. Az én kutatási területem erre hegyeződik ki, de ugye tudjuk azt, hogy Akvileiából indulva Emonán át Pötóvion keresztül érkezett a mai Magyarország területére ez a Borostyánki út, és Szavária és Szkarbancia között a mai osztrák területeket érinti, de Sopron, Szkarbanciát elhagyva, ugye Carnuntum fele halad. A Pannonia provinciában két kiemelt település van a Borostyánki út mentén. Az egyik a civil település Szavária, ahol egy dedukciós kolóniáról beszélhetünk, erre majd még vissza fogok térni, és Carnuntum, amelyik egyértelműen egy katonai településről van szó, légiós táborral, axis táborral, tehát mindennel, ami azt eredményezte, hogy a Limes vonalát itt tényleg kiválóan tudta védeni Carnuntum. Ugye Szaváriában többször elhangzott, erről már szerintem mi is több előadást tartottunk, a 15. Apolliráris régiónak a nagyon fontos szerepe, nem magának a légiónak, hanem a légiónak a veteránjai voltak azok, akik itt letelepültek Szaváriában. És ugye ez a dedukciós kolónia, ez azt jelenti, hogy egy idézőjelbe téve szűzföldre telepedtek le, tehát mindenféle előélet nélkül
kaptak itt földet Szaváriában ezek a veteránusok, és ugye a légióban szolgálva természetesen megkapták a zsoldjukat, de ez a fajta végkielégítés volt az, ami ténylegesen lehetővé tette azt, hogy egy új életet kezdjenek egy területen. Azt is tudjuk, körülbelül 5 évvel ezelőtt jelent meg egy könyv a 15. Apollonius Légió veteránjairól, hogy ők hol telepedtek le, milyen feliratokat ismerünk ettől a régiótól. Ami érdekes, hogy nagyon sokan visszamentek Carnuntumba, arra a helyre, ahol évtizedeken keresztül szolgáltak, de itt Szaváriában is több olyan légiósnak, a volt légiósnak a feliratát ismerjük, akik aztán itt földet kaptak, és itt élték le aztán életüket, itt alapítottak családot. Ami fontos, hogy ugye azért azt is meg kell jegyezni, hogy azért ők nem voltak túlságosan sokan, tehát nem 6000 embert ide egyből letelepítettek, vagy 3000-et összeházasodtak és gyermekeik születtek, hanem nagyon fontos a Szavária környékén, Szavária territóriumában lévő benszülötteknek a jelenléte, és ugye említettem azt, hogy Deserta Bojorumnak a területe egy viszonylag gazdag kelt a fejedelem vagy törzshöz tartozott, kereskedelemmel foglalkoztak már évszázadokon keresztül. Tehát olyan helyi előkelők is voltak, akik örömmel fogadták a római jelenlétet, és ezt mind a befutott életpályájuk, és mind pedig a házasság kötéseik is mutatták, amelyeket feliratokról ismerünk nagyon jól. Ami érdekes, hogy a társadalomnak az itt lévő elitje, az nem konkrétan Szaváriában és nagyon közel Szaváriához lakott, hanem a feliratokat, amiket ismerünk ezektől az emberektől, ők inkább a nyugati és az északnyugati területeken vannak. Itt például Felsőraksot említeném, Ondódot, Neumarkot, Rábagyarmatot, Vágodot, tehát ezek azok a területek, ahol ezek az előkelő benszülötteknek nagy számban előkerült sírfelületei. Ugye a benszülöttek mellett nagyon fontos maga a kereskedelemnek is a kérdése, és ugye ezek a benszülöttek, mint említettem, elsősorban ugye legtöbben kereskedelemmel és aztán kézműves iparral foglalkoztak, ezzel aztán a kereskedelemre később ki szeretnék térni. Itt elsősorban Aquileiai leányvállalatoknak a filiális jelentek itt meg, az ő felszabadított rabszolgái, és itt kiemelt családok is vannak, akik többszörösen előfordulnak itt Szaváriában, de egész Panóniának a területén is. A lakosságnak az összetételét, ugye egyáltalán, hogy honnan és hogyan tudjuk vizsgálni. Az egyik ilyen nagyon fontos emlékcsoport azok a feliratok, amit már említettem, ahonnan tudjuk az ő életpályájukat, tudjuk azt, hogy honnan indultak, kikkel házasodtak össze, és ismerjük nagyon sokszor a felszabadított rabszolgáinknak a neveit is, mivel hogy sokszor ők állítják ezeket a sírfeliratokat. És ami még érdekes kérdés, azok a temetkezési szokásoknak a kérdései, hogy milyen mellékletek és milyen leletek vannak a sírokban. Szaváriának a sírjairól én nem szeretnék itt most előadást tartani, de vannak tényleg olyan sír vagy temető részletek Szaváriában, mint például az északi temető is, ahol rendkívül gazdag sír mellékletek vannak, és vizsgálhatók itt, de ugyanez Skarbanciáról is elmondható. A Borostyánkő útat, ha röviden megvizsgáljuk, úgyhogy az az út, amelyen haladtak mind a rómaiak, mind a kereskedők, tehát ami ténylegesen az város életében egy nagyon fontos szerepet játszik, ezt röviden bemutatnám, ugye Szalából kiindulva a Szavária és Skarbancia irányában. Zalalövőre érkezve a Borostyánkő út, ugye át kell a Zala folyón, és itt ezen a részen, ugye itt van a mai vasút, ezt talán látják, itt nagyon sok ásatás folyt az utóbbi, hát 15-10 évben, amikor ezt a vasútvonalat átépítették.
És kiderült az, tehát sikerült megfogni azt a Boronscsánki út szakaszt, ami a várost eléri, az átkelőhelyeket, és pontosan, hogy hogyan törik meg az út itt Zalalövön, tehát a római kori Szalában. Az út, mint ahogy látják, délről érkezik be a városba, és utána észak-kelet irányba határozottan megtörve végighaladt a korábbi városnak, a településnek a főutcáját képezve, és utána megint egy nagyon, nagyon karakteres vonalba megtörve észak fele folytatja az útját Szavária fele. Zalalövőben az úthoz párhuzamosan kerültek elő épületek, sőt utcák is kerültek elő, ami nem tipikusan a Rómáról kialakított 90 fokos utcaképet jelölik, de ettől függetlenül egy utcarendszer alakult ki itt a municípiumban is. Zalát elhagyva át kell ugye a körmendi térségen, itt több helyen sikerült terepbejárásokkal megfogni a Boronscsánki útnak a menet, és itt szeretném ismételten Iron Gábor nevét említeni, ugyanis ugye az egyetemen 20 évvel ezelőtt, ha emlékezettem, ugye pont 20 éve volt az, azt hiszem idén, indított el a régész technikus képzést, és nagyon dicséretes, hogy rengeteg terepbejárást tett a diákjaival, és az egyik ilyen terepbejárás szakdolgozatának az anyagán sikerült, azért szeretném ezt kiemelni, mert ez talán nem annyira ismert. Tehát nagyon sok kutatás volt a Boronscsánki út mellén, itt a katafát lehetne említeni, ahol tényleg hihetetlen lelet együttesek kerültek elő, de ez a kicsi ásatás terepbejárás talán azért érdekes, mert nem ismerik ezt. Itt a Bibicrétnek az egyik útátvágásáról van szó. Itt egyébként a diák a terepbejáráson próbálta követni, hogy a Boronscsánki út, vagy a Boronscsánki útnak az egyik szakasza hogyan követhető a növényzetbe. És talán látják azt messziről is, hogy nagyon szépen lehet látni az elszíneződése és a szétterülése ennek az útnak. Ugye tudjuk azt, hogy a Boronscsánki út magában a városban, mint Szalában, mint Szaváriában, Szkarbanciában le volt fedve, tehát itt nagyon lehet látni például itt ugye az OTP alatt Szombathelyen, vagy kint a romkertben. A városon kívül pedig egy sóderes útról van szó, ami természetesen az idő múltával szétterül, de nagyon sokszor ezek az utak az öttövény néven megőrződtek az évszázadokon, évezredeken keresztül, és természetesen ezeket az utakat középkorban nagyon sokszor használták is, és fel is újították, javítások is vannak itt. Nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan halad át ezen a területen, és itt lehet látni az útnak az átvágását. Ezt azért is szeretném megmutatni, mert egy másik képen pedig, amit Sosztorics Otto 2008 és 2009-ben ugye két helyen át lett átvágva itt az Ízeum előtt a Boronscsánki út, hogy annak mennyivel komplikáltabb és mennyivel sokat mondó az a lelet együttes, ami ott előkerül, de hát természetesen ez se lebecsülendő. Tehát itt egy betonnál is keményebb, sóderes cementtel összekevert rétegről van szó, amit természetesen mindig kijavítottak, de nagyon jól lehet látni ennek aztán. Ezek körülbelül, hogy most már így szétterülve egy olyan 9, sok helyen 9 méterre szétterült alsótról van szó, és a felső részén mindig 6-7 métert mutat. Az út aztán eléri Szaváriát. Szaváriát ugye délről jut el ide hozzánk az út. Az út mellett nagyon sokszor útállomásokkal találkozunk. Ezek az útállomásokat egy részét meg is kutatták, tehát kutatások is voltak. Az 1970-es és 80-as években Cserményi Vajk és Tóth Endre kutatásokat folytatott, és sok minden kiderült, hogy pontosan olyan távolságokra vannak,
ami egy nap alatt bejárható volt, lovakat lehetett cserélni, tehát ezek a manzajok és mutációk az út mellett, és éppen most az előző hónapban jelent meg egy könyv, ez Szavárjától északra lévő Nemescsónál is ismert útállomásról van szó, amelyet az Osztrák Akadémia projektes pénzekből sikerült nekik utókutatásokat végezni, és ebből a régi anyagnak a feldolgozásával egy nagyon szép anyag született meg, bizonyítva azt, hogy hát nem csak Győr környékén, hanem itt nálunk is vannak ilyen utak. Ez egy régi térképe Tóth Endrének, de maga a tanulmányát talán sokan ismerik. Nem egészen helyes ez a térkép már, ha így mondhatom, ugyanis a Borostyánki útról ugye nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy áthalad Szavárián, vagy úgy gondolta a kutatás, de úgy tűnik, hogy ez nem igaz, ugye valahol itt a fórum megállítja, de ettől függetlenül ezt a térképet szeretném megmutatni, mert itt ténylegesen lehet látni Szaváriának az alapját, rajzát a különböző temetőivel, tehát itt van a déli temető, a keleti temető, ugye mi az ókereszténység szempontjából nagyon fontos szerepet játszik, és szerintem a 2016-ig nagyon sokszor fognak ezzel a témával találkozni Szent Márton miatt. Ugye ez most a múzeumnak is egy kiemelt kutatási terület, az északi temető, amit Kis Péter kollégánk ásott meg, és a nyugati temetőnek az elszórt sírcsoportjait, ugye Szombathelyen itt nagyon gyorsan egy villanegyed alakult ki, tehát éppen ezért itt ilyen összefüggő kutatás nem folyhatott, de Tóth Endrének a kutatásai alapján az Ara Augustorumot, ugye magának a császár kultusznak a központját erre a területre teszi, és ugye itt van a hírhedt és ismert amfiteátrum, ugye ahol Quirinuszt is halálra ítélték. Ezt Isztin Gyula kollégánk készítette Sosztori Csottó közreműködésével és tanácsadásával. Én ezt a korábban volt egy kedvelt képünk, amit Szombathelyre ugye rá lett vetítve maga a Szavária városa. Ezt a térképet váltottuk ki most ezzel, ha így mondhatnám nagyjából, de azért még megmutatom, nem is tudom, romantikából ezt a régi képet, nem tudom, hogy te is használod-e, de az is nagyon kifejező, hogy hogyan nézett ki a város. Tehát itt láthatják rávetítve a városra a déli temetőt, a keleti temetőt, az északi terület temetőt, a császárkultusznak a központját, és magát a nyugati temetőt, és a városnak ezt a nagyon furcsa öt szögű várost, magának a Perintnek és a Gyöngyösnek a folyását, és ugye itt van a nagy kérdés ennek a folyócskának az ágáról, de szerint talán erről Otto nem fog beszélni, akkor majd én fogok beszélni bővebben, ugye ez a déli városrész szempontjából nagyon fontos. Ugye ez kivetítve, ezt a területet itt lehet látni, ugye ez itt a városnak tényleg egy nagyon jól kutatott területe, ez az Izom körzete, és itt több ásatás folyt, ami kiderítette azt, hogy a Perint folyónak a folyása egészen másképpen nézett ki a római korban. Ezt egyébként Derdák Ferenc a múzeumnak a geodétája, aki szerintem a 70-es évektől, ugye, az összes ásatáson ott volt, tehát 73-tól az összes ásatáson ő volt, ő ismeri legjobban ténylegesen a római ásatásokat, ő rajzolta a legtöbbet Szaváriáról. És ő az, aki sajnos mindig csak szóban, de egy-egy mondattal elejt nekünk olyan adatokat, amivel az Ottóval nagyon meglepődtünk, és egy kicsit át kell gondolni a kutatásnak az addigi eredményeit. Itt pedig Vasáros Zsoltnak egy elképzelése Szaváriáról. Ugye délről beérkezik a Borostyánkő út
a városba. Itt láthatják a városnak ezt az ötszögű városnak körbevéve a városfallal. Itt a fórum, ugye máshol nagyon nincsen helye, és itt lehet látni, hogy a Borostyánki út, amely bejön a városba, nem szeli át a város, de ettől függetlenül a városnak egy nagyon meghatározó eleme. És ami még fontos, és az előző térképen is lehetett látni, ez az úgynevezett elkerülő szakasza a városnak. Ugye a Borostyánki út egyik része bemegy a városba délről és északon, elhagyja ugye a fórumot megkerülve, de van egy szakasz, amelyik a távolsági kereskedelmet is segítve, meg egyébként megtiltva, mert nem jöhetett be a városba, megkerüli a várost, és úgy hagyja el aztán északfele ismét a területet. Ugye ennek a szakasznak a meghatározása elég egyszerű volt, ugyanis a ténylegesen a Perint folyónak a római kori szakasza az itt lehetett, és ennek ásatási bizonyítékai vannak, ugye innen nem messze tőlünk, akkor teljesen világos, hogy túlságosan hely nincs arra, hogy hol mehetett ez az elkerülő római út, és ezt nagyon szépen lehet itt látni. Itt látják azt, hogy délről érkezve hogyan kerüli el a várost észak fele. Itt még láthatják magát az amfiteátrumot, ugye a Kárvária dombra beágyazva, és itt pedig arra augusztorumot, tehát a császár kultusz központjának a fontos helyét. Ugye itt nem folytak összefüggő ásatások szintén, de nagyon sok olyan egyes lelet van, ami azt bizonyítja, hogy itt ténylegesen nagyon monumentális épületeknek, épület együtteseknek kell állni. Magát a városba bejövő Borostyánkő útnak az átvágása ugye megtörtént nem messze az Ízeumtól. Tehát az Ízeumnak a területén vagyunk most itt, ugye az Ízeum körzetről van szó. Ezen a térképen egy kicsit a különböző korszakok egymásra vannak rajzolva, ha így mondhatnám. Tehát ez az úgynevezett virágzó Ízeumnak az épület együttese, és ugye ez az, amit Szentléleki Tihamér, azért ezt talán mondod, a Keleti Istenek utcája. Jó, tehát ez a Keleti Istenek utcájáról van szó. Itt egy Jupiter Dolihénusz templommal, ugye a Borostyánki út másik oldalán. És így sikerült, ugye Szentléleki Tihamér, gondolom önök már többször voltak az Izomba és vezetéseken részt vettek, tudják azt, hogy ezt a területet Szentléleki Tihamér ásta meg az 50-es években, 50-es éveknek a végén, és a Borostyánki utat is kutatta. Sajnos ezeknek a kutatásoknak az eredménye az lett, hogy a legfelső rétegek, ugye a műemlékvédelmes megoldásokkal, ez az úgynevezett betonpogácsákkal eltűnt a legfelső rétege a Borostyánki útnak, ezt számunkra most se kutatható, de ezen a területen, ahol ezt be lett rajzolva, sikerült az utat elvágni 2008 és 2009-es időszakban. És főleg a 2009-es időszak volt az, ami nagyon nagy eredményeket hozott. Tehát például ez a metszett fal is onnan ered. Javíts ki, ha rosszul mondom, mert te voltál az ásatás vezetője, de a képeket tőled kaptam már nagyon. Ami nagyon érdekes, hogy ugye a kérdés az, hogy a Borostyánki útnak ez a fajta szakasza, ez ténylegesen az Izomnak a megépülésével, tehát virágkorával hozható összefüggésbe, és addig valahol a Borostyánki út megközelítette a város, de pontosan ez az az ásatás, ami azt bizonyítja, hogy a Borostyánki útnak az irányvonala az nem változott, mert itt igazándiból 4 évszázadnak a réteg tanát láthatják a különböző periódusokkal. És ami érdekes, hogy a legalsó rétegeket szinte kifaragták az alj rétegben, és egy nagyon kis vékony sóderes rétegről van itt szó. Maga az első periódus és az utána következő periódusok azt bizonyítják, hogy Tiberius alatt ezt az utat már intenzíven használták, és Claudius császár uralkodása alatt ennek az útnak tényleges kiépítettsége volt. Ami érdekes, hogy javításokat is lehet látni, és nagyon nagy valószínűséggel azt a fajta útnak
a lefedése már akkor megtörtént, egész egyszerűen az útjavításoknál a köveket felszedték, kiavították a kátyukat, idézőjelbe téve, és utána visszatették a köveket az útnak az útnak a lefedésére. Ugye ennek a nagyon szép és látványos bemutatása a főtéren történik meg az OTP alatt, amint most már az Izom Szavária Múzeum kötelékében, ugye bizonyos alkalmakkor meg is tekinthetnek. Ennek az ásatásnak a vezetője is Osztorics Ottó volt, és ami szenzációs, nagyon sok szenzációs lehet közül, hogy a magának a kanálisnak a feltárása is egy nagyon fontos lelet együttes képzet, és a fölötte haladó út kereszteződés. Ugye ez az út, ami délről érkezik a városba, ez a Borostyánki útnak a városi szakasza, és pont egy kereszteződést tudott az Ottó a régészeti munkatársokkal megfogni, és ennek a területnek az in situ bemutatása történik meg a mai napig az OTP alatt. Ami érdekes még ezen a területen, ugye ez az Ottónak, hány 4000 négyzetméter volt? 4600. Tehát majd 5000 négyzetméteres ásatáson az Ottó megint ez a déli városrésznek a kérdésével kapcsolatban nagyon fontos megállapításokat tudott tenni, vagy tett gondolatban, mert még írásban annyira nem jelent meg, de egy része. Egyik nagyon fontos rész egy mérföldkő, ami erről a területről előkerült, és magának a déli városfalnak, a déli városfal kifele, tehát délfele, és a déli városfal most ebből a szempontból észak fele, a házaknak és a településnek a kialakulásának a kérdése, és ugye erre a pont, vagy az íra a pontot az izomi ásatások tették meg, amik ténylegesen igazolták azt, hogy a Szavária első település együttese a déli városrészben alakult ki, és utána történt meg magában a fallal körbevett városban ennek a megjelenése. Előbb a mérföldkőről beszéltem, mi igazolja azt, hogy a városnak egy nagyon korai alapítása volt, és magának a városnak a szerepe, milyen fontos szerepet játszott már a Claudius uralkodása, Claudius császár uralkodása alatt is. Ugye nagyon sokszor olvashatják, még sok helyen, tényleg rosszul, most ebben a körben szeretném ezt mondani, hogy rosszul, időszámításunk utáni 43-at, amit próbálunk Ottóval minden helyen, én akár a karneválon is többszörösen elmondani, hogy ez biztos, hogy nem időszámításunk után 43. Ugye ennek nagyon sok oka és magyarázata van. Tehát ha erről tényleg egy helyes dátumot és egy pontos exakt dátumot nem tudunk mondani. Tehát amit mi a régészeti leletek alapján időszámításunk utáni első század közepét, tehát 50 körülit tudjuk említeni, de itt pontos idő, itt pontos évszámot nem lehet mondani. Ugye ennek több oka is van, hogy egy városnak a korai alapítása miért nem lehetséges. Ugye az egyik, amit már említettem önöknek, a Carnuntumnak az alapítása, ugye a katonai tábornak és a katonai városnak az alapítása, hogy mikor megy oda a 15. Apollinaris légió, ami az időszámításunk utáni negyedik évtizedben ugye így nem történhetett meg. Éppen ezért az összefüggésekben a civil kolónia megalapítása a 15. Apollinaris régió veterányaival is csak az időszámításunk utáni első század közepén történhetett meg. Itt van például ez a mérföldkő, ami szintén, vagy nagyon nagy valószínűség szerint a városnak az alapításával függ össze. Mégpedig ugye szokatlan módon itt Szaváriában több mérföldkő bázis került elő, de ez az egyik legérdekesebb mérföldkő, és egyébként egész a római birodalomban három ilyen mérföldkövet ismerünk, ami ténylegesen egy Rómától méri, tehát Itálián kívül természetesen Rómától méri a mérföldeket, mégpedig az egyik, az itt
itt került elő Szaváriában, a másik kettő pedig a mai Spanyolország területén, és ezt egy magyar kutató, aki Heidelbergben volt professzor és sajnos meghalt, Alföldi Géz egyébként az izomi feliratoknak a kutatásaiban is nagyon intenzíven részt vett. Ő publikálta azokat a mérföldköveket. Ez a mérföldkő ugye Rómától méri a mérföldeknek a távolságát, mégpedig pontosan 675-öt. Ha megnézzük a Rómából induló utat, ez pontosan ezt az adatot adja ki, tehát látják azt, hogy a Borostyánki út ilyen szempontból Afrilájában nem ért véget, hanem ez a kereskedelmi és a katonai erőknek, aztán később a császári postának az útvonala ténylegesen Rómáig ért el, és viszonylag gyors idő alatt lehetett a Róma városát elérni. Egyébként ez ma pontosan 1000 kilométert a mi mértékeink szerint tesz ki. Ami érdekes, hogy felvetődött a kérdés, hogy ténylegesen ez a római mérföldszám, ez exakt-e és igaz-e. Sokáig kérdéses volt, hogy nem tévedtek-e valamennyit, de kiderült az, hogy egy híd építésével pontosan meg tudták oldani, és exakt ennyi kilométer jött ki. Tehát itt látják Aquileiát, Pütóviót, és aztán Szaváriát és Carnuntumot. A városnak, mint említettem, az elkerülése, ugye ez a Borostyánki út, hogy a város Szavária városát elkerülje, ez rendkívül fontos volt, és ez meg is jelenik már nagyon korán, hogy egy előző rajzra. Itt van. Bocsánat, visszamehetek. Itt ez a Hóreum, ugye ez a gabonatároló, most egyébként itt ülünk a Hóreum felett, ha mondhatom, ugye a képtár alatt van, ez ráépült a Borostyánki útra, a Borostyánki út elkerülő szakaszába, tehát itt láthatják ezt az elkerülő szakaszt. Egyébként most nyáron a régész technikus hallgatóink itt ástak a területen, és ténylegesen ezt a szakaszt meg is tudtuk fogni, egy majd három hetes ásatás volt itt ezen a területen. És ugye az elkerülő szakaszt mi sem bizonyítja jobban, mint a Romkerben látható vámállomás és a vámállomásnál lévő út kereszteződések. Bocsánat. Az útkereszteződéseknek a másik végén, ahhoz hasonlóan, mint itt az izom előtt lévő területen, tehát a Borostyánki útról keletre, kézműves telepek, műhelyek vannak. Itt például egy kerámia terepet sikerült az ásatások során megállapítani, és itt pedig egy vámállomásnak a területét. Itt láthatják magát a Borostyánki útnak a kereszteződését, magának az épületnek a felmenő falait, amik természetesen modern rekonstrukciók, és magát az utat, a Borostyánki utat. Ugye itt van a vámállomás, és itt pedig szintén egy mérföldkőnek a bázisa került elő. És ami szenzációs ebből a vámállomásból, egy vámbélyegző, amely tükörírással, amint láthatják, mutatja, vagy bélyegeztek rá az árukra, mutatva ezzel, hogy a vámot megfizették. És ami nagyon érdekes, hogy ilyen vámbélyegző, ez a fajta, ez a bronz vámjegyző nem létezik több a római birodalomban, hanem ez az egyetlen. Magának a romkertben még előkerült egy
egy Merkurius kultuszhelyis templom is, több oltárral, ami szintén ugye Merkurius Istennek a szoros kapcsolatát mutatja, és én csak nagyon röviden, mert ez ténylegesen Ottónak a lelete, és ő is publikálta a Szaváriában, az Itunus Ituna féle oltárok, aminek előkerülése az Ottó ásatásain történt meg. Ugye két oltárról van szó, egy Isten párosnak, Itunusnak és Itunának, tehát egy nőről és egy férfi Istenről van szó, akiknek a másik oltarán pedig Isten párként jelennek meg, és ez is valahol a kettős utat mutathatja itt Szaváriában. Ez az Isten páros nagyon jól mutatja a romanizációnak a folyamatát. Egész egyszerűen még egy ilyen Isten páros névvel nem találkozunk az egész római birodalomban. Tehát azért említettem már több mindent, ami Szaváriában unikum és különlegesség, hát ez a két oltár is az, ezekkel az istennevekkel. És ez a kutatások alapján, én ebben most nem szeretnék belemenni, ez az úttal van összefüggéssel, és az utazással van összefüggéssel, és nagyon nagy valószínűség szerint egy latenkori, egy régi kelta Isten párosnak a romanizált formáját mutatja, és ezeket az oltárokat rituálisan eltemették, egy kis csengő, egy tintinnábulum is volt ott mellette. Tovább haladunk a Borostyánki úton, ugye említettem Nemescsónál az állomást és az ott lévő kutatásokat, és Skarbanciának az egyik Borostyánki útnak az képét szeretném mutatni, hogy itt is egy vékonyabb réteg sorról van szó, amit Sopronban, magában a városban ástak meg. Itt Sopronnak az alaprajzát láthatják, ahol meg az út, Borostyánki út délről haladva a városnak a fő utcáját is képezi, egy rekonstruált akvarellem lett megrajzolva, és itt is az amfiteátrum megjelenik, itt nem úgy, mint Szombathelyen egy amfiteátrum teátrumról, tehát egy félkörévről van szó, hanem egy teljes amfiteátrumról, ugye itt a Bécsi domba beleágyazva. Ha megnézik a mai modern várost, akkor lehet látni, hogy a város azért nem úgy, mint Szombathely, sokkal jobban megőrizte a római kori voltját, és magának a városfal is megmaradt, és a fórumnak a helye ma is nagyon jól látható a belvárosnak a területén. Ugye itt a fórumon Gömöri János folytatott ásatásokat, és az ottani ásatásoknál, még a korábbi ásatásoknál, ugye nem úgy, mint Szombathelyen, a kapitolumi triász is gyönyörűséggel előkerült. Megint azért nézek Ottóra, hogy ő Sopronból származik, és sokáig Sopronban dolgozott, úgyhogy ő itt ezeknek a nagy ismerője és tudója. Tehát itt látható az amfiteátrum, ami ténylegesen az egyik oldalon a domba lett belágyazva, a másik oldalon meg a kibányászott földet fölépítve készítették el az amfiteátrumot. Ami lényeges, és eddig szorványosan említettem, de talán összefoglalva érdemes lenne megemlíteni, hogy mik azok a jelek, és miért volt fontos magának tehát mi mutatkozik meg maga a romanizáció, és mi az, amit az itteni benszülöttek átvettek, és többletet jelentett nekik. Tehát Szavária szempontjából ugye említettem azt, hogy a 15. Apollinaris légiónak a veteránjai telepítették meg, hogy egyáltalán kik voltak ezek a katonák. A 15. Apollinaris légiónak a katonáit, ami nagyon fontos, észak-itáliai területekről verbúválták,
itáliaiak, tehát mondjuk azt, hogy tőzsgyökeres itáliaiakról van szó, és ezt a fajta itáliai, római kultúrát hozták magukkal, és megkövetelték mindenhol, hogy az a kultúra, az a fajta étkezési szokás, abból a fajta étkészlettel történő étkezés kövesse őket, bárhol is járnak a római birodalomban, és ez Szaváriában gyönyörűségesen tükröződik, az a fajta itáliai gazdag leletanyag, amit nagyon nagy valószínűséggel ténylegesen ezeknek a veterán katonáknak köszönhetünk itt, hogy ragaszkodtak ahhoz a kultúrához. De egyébként, amit a rómaiak magukkal hoztak, a városoknak az alapítása, a városoknak a hasonló formájú képítése, a hivatali gépezetnek ugyanolyan, bárhol megfordultak a római birodalomban, ugyanazzal a hivatali gépezettel, hivatali nyelvvel, latinnal és pénzekkel találkoztak, és ami magában a városban nagyon fontos, és a főtéri ásatáson kutatásra került, az pedig ugye az infrastruktúrája egy városnak. Itt a lekövezett utakra gondolok, a vízellátásra, a kanalizációra, tehát a szennyvíznek az elvezetésére, a fürdőknek a képítésére, hogy itt a Romkertben gyönyörű példákat ismerünk, ami ténylegesen mutatja azt a fajta életmódot, amit az Itáliából származó veterán katonák itt megköveteltek maguknak. Egyébként, ami felveti a kérdést, hogy ugye az Itáliából érkezett kerámiákon és egyéb dolgokon kívül mi az, ami összeköti ezt a területet. Tehát, hogy most visszatérve Noricumra és az osztrák területükre, ugye, hogy egyáltalán hol van a határ, és hol tudjuk meghúzni ezt a határt. Igazándiból az akkori itt élő népességnek, a Deserta Bolyom lakosságának nem volt fontos, hogy most pontosan Noricum határa és Pannonia határa húlhúzódik meg. Ugye említettem azt, hogyha az osztrák kutatóknak a munkája itt nézi az ember, akkor érdekes módon Noricum határa egyre jobban kitolódik a Balaton felé, és nagyon sok területet elvesz Pannoniából. Ha meg az ember a magyarországi Pannoniát kutatókat nézi, akkor meg ez egyre nyugatabbra tolódik, és nagyon sok területet elvesz Noricumtól. Ez biztos, hogy attól is függ, hogy melyik fázisban nézi ezt az ember, mennyire volt már kialakult teritoriuma, teritomé határai Szaváriában. Tehát Szavária territóriumát mind északra, keletre és délre nagyon exaktul meg lehet határozni, de pontosan nyugatra nem annyira. Éppen ezeket az átmosódásokat például a Noricum pannoniai halomsírok is mutatják, amik itt ezen a területen mint Noricumnak, tehát a mai Dél-Steiermark, Burgenland területén, a szlovén területeken át megjelenik mindenhol. Ez is mutatja ennek a népességnek, ennek a benszülött népességnek a hasonló temetkezési rituáléit. A időszámításunk előtti első századtól az időszámításunk utáni második század elejéig volt ténylegesen nagyon jellemző. De ebből a halomsírokból se szeretnék, vagy halomsírokról se szeretnék túlságosan nagyon nagy következtetést levonni, mert ugye Neolitikumtól kezdve ismerünk halomsíros kultúrákat, akik oda temették halottjaikat, és nem csak itt ezen a területen jelenik ez meg a római korban, hanem a Duna mentén is vannak ilyen sírmezők. Ami pedig nagyon fontos, az pedig az úgynevezett maga a hölgyeknek a fejfedője. Mégpedig ez rendkívül tipikus, és azon a területen jelenik meg elsősorban az ábrázolásokon, ahol ezek a halomsíros temetők is vannak. Tehát sokszor úgy gondolja a kutatás, ugye ez Grabsról kiindulva, aki magáról az itteni benszülött népességnek a ruházatáról írt, hogy ez valószínű, hogy a benszülött hölgyeknek a ruházatának fontos eleme volt. Ez mind a sírköveknek az ábrázolásain megjelennek, azokkal az egyéb más fibulákkal, nyakláncokkal,
karperecekkel, amit szintén sok esetben föl lehet fedezni, például itt a fibulákat magukon a sírköveken is. Ez pedig az egyik kolléganőnk, Ceőke Judit volt az, aki rekonstruálta a sírok alapján ezt ezt a viseletet. Ez pedig Bráv Zsolt volt, ugye, aki ezt rajzolta. Bráv Zsolt volt, aki ezen sírkő alapján lerajzolta, vagy misát jobban mondva megfestette a viseletet. Ami nagyon fontos, és itt megint a romanizációra térünk vissza, és akár szavári alapítására is. A kérdés az, hogy a benszülött katonák hogyan és mikor veszik át a római kultúrát. Jellemző az a sírfeliratoknál, hogyha az ember megnézi ezeket az ábrázolásokat, hogy a férfiaknál sokkal gyorsabban és sokkal intenzívebben jelenik meg azok az elemek, amelyek a római kultúrának a teljes átvételét jelenti, tehát mindez a ruhaviseletben, mind pedig a hajviseletben, vagy aztán később a szakál viseletében megjelenik. Ezzel szemben a hölgyek nagyon sokáig, még a II. Század vége fele és III. Század elején is ragaszkodnak ahhoz a viselethez, amit mi benszülött viseletnek nevezhetünk. Tehát itt is nagyon szépen lehet látni az ábrázolásokon mind a nyakéket, mind pedig a fibulákat, mind pedig a fej éküket és a férfiaknak a viseletét. Tehát itt megint lehet látni a rekonstruált rajzot a fibulával és a lununlás nyaklánccal, és itt pedig a hölgynek, ez a gráci megyei vagy tartományi múzeumban tekinthető meg, a kőtárban ennek a képét. Egy másik Grazban, 98-ban, amikor még én ott dolgoztam a tartományi múzeumban, felújították a Mária templomot Graz Strázkánkban, és ott előkerült egy nagyon érdekes sírfeliratnak a portré ábrázolása. Egy családról van szó, egy férj, feleség és a lányuk, ugye a feliratról ez kiderült. És ami érdekes, hogy amit itt lehet látni, hölgyeknek a fejfedőit, ezek különböző fázisokba tartozó fejfedőkről van szó, és igazándiból 50 év különbséggel hordták ezeket a nők, tehát itt is lehet látni azt, hogy mennyire ragaszkodtak még mindig ugyanaz a formához, tehát maga a férj, tehát benszülött van szó, maga az apa hordja az abszolút római viseletet, ezzel szemben a családnak több generációs tagja pedig ragaszkodik a tradicionális kelta latinkori viselethez. Előbb említettem a sírfeliratokat, és a sírfeliratoknál, hogy a benszülött lakosságnak az ismert sírfeliratai azok elsősorban a Szavária teritoriumának nyugati és északnyugati részén voltak. Itt egy-két sírfeliratot kiemeltem, ez például egy 15. Apollinész veteránnak a sírfelirata, aki részt vett magának a város alapításánál, Mediolánumból származik, és a 15. Apollinárisz légiónak volt a veteránja. 75 éves korában halt meg. A következő síremléket is a Szavária Múzeumban tudnak megtekinteni. Itt egy 80 éves Agastyán úriemberről van szó, aki egy benszülött úriemberről van szó, de ettől függetlenül olyan elemeket használ magán a feliratán, ami rómaiabb a rómainál. Tehát, hogyha most itt megnézik itt lent a farkast, amint a Romulus és Remus ugye eteti, ez egy tipikus római szimbólum és kép, és itt fönt szintén a római szimbólumokkal dolgozó benszülött, tehát ez azt jelenti, hogy ő mindenben megfelelt és meg szeretett volna felelni annak a fajta elvárásnak, amit a római jelenlét megkövetelt tőle. Vagy például egy kereskedőnek a negociátorok, vagy negociátorok
gladiátorok. Nagyon kevés feliraton jelennek meg név szerint itt Szavárjában, Skarbanciában többszörösen találkozunk vele. Most még röviden rátérnénk, hogy egyáltalán itt Szavárja, vagy az izom területén milyen olyan, az izomi ásatásokon milyen olyan leletek kerültek elő, ami egy intenzív kereskedelmi és kézműves kapcsolatot feltételeznek Itáliával, és az itteni kézműveseknek a virágzó jelenlétét is, ami ténylegesen egy nagyon korai szakaszra jellemző az ízeumra. Ugye délről ismételtem megmutatva ezt a képet, délről érkezünk, és ezen a területen vagyunk, és ez az a terület, ami a város alapításánál egy fontos szerepet játszott, és utána települ be a városrész, ugye a mai főtérnek a környékén. Amely fontos elemek itt az izomban is, és látható is az izomban, a luxusnak a megjelenése. Tehát nem mindenki, több ilyen leletünk is van, nem csak itt Szavárjában, hanem Skarbanciában is, tehát Sopronban és Szalában is. Egész egyszerűen igényt tartottak arra, hogy olyan étel egyenek, és olyan italokat igyanak, amihez hozzászoktak, és ami számukra a normális életvitelt mutatta. Bocsánat. Az ásatások során kiderült, ugye, hogy az időszámításunk utáni első század második harmadában végén megépülő izom nem foglalta el a mai ismert izomnak, a nagy izomnak a területét, hanem ezen a Borostyánki útról nyugatra lévő területen kézműves műhelyek voltak, és akár kereskedő boltok voltak, ugye itt ezen az OTP alatt lehet ezeket látni. Itt egy rekonstruált rajzon akár így is kinézhettek, ugye az első részen maga a bolt, a hátsó részen pedig a kézműves foglalkozásnak a helye és a maga a lakóház. Ugye tudunk egy bronzontő műhelyt, itt az Aquileai Múzeumnak egy bronzontő műhelyének egy képét láthatják az eszközökkel együtt, amik itt az izomnál is előkerültek, vagy tudjuk a rontott változatokat, ismerjük ezeket. Az izomnak a kiállításain láthatják például a fibula gyártó műhelyt, ha így mondhatnám, a bronzöntő műhelyt, és ténylegesen olyan fibulák is előkerültek, amik abszolút beleilleszthetők magukba az öntő tégelyekbe. Rontott darabokról van szó, vagy a luxus cikkekről, a terraszigilláták, amik délről érkeztek ide, és Gábler Dénes professzorról határozott meg nekünk az izom részére. Aztán, ami nagyon fontos, az amforáknak a megjelenése. Ugye olyan amforák vannak az izomban, amelyek nem csak Itáliából, hanem Afrikából kerültek ide hozzánk, és nagyon sokfélét szállítottak benne, de itt erre egy tipikus példa, ugye az olajbogyóknak a lenyomata, amit itt még látni is lehet, de egyébként bort és egyebet szállítottak. Aztán a textiliparnak a bizonyítása, ez egy Osztiában egy textilműhelynek a rekonstrukciója. Itt pedig egy pompei falfestményen, ugye maga a textilműhely, ez a Fulonika kifejezését, ez ilyen volt itt az ízeum előterében, ha így mondhatnám. Ez egy falfestményről ismert a különböző folyamatok, hogy hogyan, mit csináltak a textilfeldolgozásnál, vagy átalakításnál, festésnél. De a Vindobónába került elő, a miénk az nagyon rossz állapotban van sajnos, úgyhogy újra restaurálni kell.
itt egy rekonstrukció, hogy ez hogyan történt, tehát az izomból előkerült nehezékek, tehát itt láthatják a nehezékeket. Egyáltalán ez hogyan történt, és hogy az egész római birodalomban mindez hogyan jelenik meg, tehát Szíriában, Tunéziában, és ez pedig az izom területén előkerült bárok, amire pontosan le van írva, tehát a grafitiknek a megfejtésével, hogy ezek, amik rajta voltak, ezek a cetlik magukon, a szállító csomagokon, hogy mit és hogyan kellett végezni ezekkel a textiliákkal. Aztán tudjuk azt, hogy itt a magának, itt helyben is az izomban, izomnak az ékesítésére gyártott különböző reliefeket itt készítették el egy részét, aztán magát a falfestményeket, hogy hol történt, ugye ez a Pompejnek a képe, és itt lehet látni a profánosult változatát, a valószínűleg más célokra használt, kultikus célokra használt egyéneknek egész egyszerűen festékkeverésre használták aztán ki, és ugyanitt a mozaiknak a kutatása, amit Szaváriában, ugye tudjuk a romkertben a hatalmas mozaik milyen rossz állapotban van, de itt is voltak olyan kézművesek, akik ezzel foglalkoztak, és ezeket a hatalmas mozaikokat itt letették, vagy például egy bent a városban, vagy itt ezen a területen is a kenyér sütéssel kapcsolatban, tehát itt a nagyipar hogy hogyan végződött aztán, de ettől függetlenül ugye a kis kézi öllőkövek, amelyet ugye a katonáknak is hordani kellett magukkal. És most így egy kicsit, még mindig nem minden mondandómat elmondva, de akkor befejezném az előadásomat. Mégpedig azzal, hogy az izomnak a területe, mint említettem, ugye az első században a magának a településnek, a Szavária településének a kialakulásánál még nem szakrális területről beszélhetünk, mint Ízisz kultusznak a helyéről, kicsit lassú, hanem itt ténylegesen egy virágzó kereskedelmi kézműves ipar folyt itt, miközben az izom, Ízisz istennőnek a tisztelete már folyt, és nem egy, ahogy te szoktad mondani, hátsó bejáratos kis szentélyecskében, hanem hogyha festményeket látták, falfestményeket látták, akkor tényleg pompei mintára felépített szentélyben történt mindez, és az izomnak a képítésével olyan istenek jelennek meg itt, amik nagyon sok provinciára jellemzőek, mint a Jupiter Depulzor, Jupiter Dolihénus és más keleti isteneknek a megjelenésével számolhatunk, szentélyekkel számolhatunk, amely területek sajnos nem olyan mértékben kutatottak, vagy alig kutatottak, mint az izom területe. Pont a Münsterről volt szó, hogy ez a Jupiter Dolihénus templom miatt történt meg, ami miatt Szentléleki ezt az útszakaszt, ezt a déli városrészt, vagy a déli szakaszát a Borostyánki útnak, a keleti istenek utcájának nevezte el, és akkor én ezzel adnám át a szót, hogy ez ténylegesen aztán hogyan alakult ki itt Szaváriában Sosztari Csoptónak. Köszönöm szépen!